Minden, amit tudni akartál az aloe veráról, vagy amit én tudok róla, azt most megosztom veled, jó? Az aloe vera egy csodálatos gyógynövény, amely rendkívül jótékony hatásokkal rendelkezik. Ugye képzeljétek el, hogy 2000 évvel ezelőtt a görög tudósok az aloe verát egy univerzális csodaszernek tekintették, az egyiptomiak pedig a halhatatlanság növényének nevezték el. Úgyhogy egy elég híres növényről lesz most szó. Ma az aloe verát különböző célokra használják, hogy például bőrgyógyászatban elsősorban a és hirdetelő tulajdonsága ö, miatt és majd a többieket sorom, hogy még hol. Előállítható porfolyadék és gél formájában megtalálható olyan termékekben, mint például a krémek, a hidratálók, a gélek és a, a, a maszkok, az alszmaszkok igazából. Az aloe a növény levelei három rétegből állnak, ugye van az a belső átlátszó gél, amelynek 99,5% a víz, és a középső ö, latex rétegből, illetve a külső vastag rétegből, amelyet kéregnek neveznek, Nekem is van egyébként a konyha ablakba, e, nagyon szeretem, szoktam használni. Felmerülhet benned a kérdés nyilván, hogyha a G99,5%-ban vizet tartalmaz, akkor mitől e, olyan akkora nagy szám ez az vera? Hát az a, a fél százalék, jó, ami, ami felmarad, mert hogy abban vannak glikomannánok, aminosavak, lipidek, szterolok, vitaminok, széleskálája van benne, és majd még mondom, hogy még. Jó, az aloe vera 75 potenciálisan aktív alkotó elemet tartalmaz, ilyenek a vitaminok, enzimek, ásványanyagok, cukrok, lignint, szaponinokat, szalicílsavakat, aminósavakat, és még pár érdekességet kiemelve, például a vitaminoknál, hogy A, C, E vitamint is tartalmaz, amelyek nagyon jó antioxidások, semlegesítik ugye a szabadgyököket, valamint B12 vitamint, Forsavat és kolint is tartalmaz. Azért ez egy elég ritkaságba megy szerintem. Az ásványi anyagokat tekintve pedig káciumot, krómot, rezet, szerint, magnéziumot, mangánt, káliumot, nátriumot és cinket is biztosít. Jó, tehát azért ezek az ásványi anyagok ő, szerintem elég e bizalomgerjesztőek, nem? Tehát az ásványi anyagok ugye az egészséges bőr számára nagyon fontosak, segítenek fenntartani a bőr optimális pH értékét és kulcs szerepet és játszanak a sejtek szerkezetében. A szervezetünk nem képes ugye bizonyos ásványi anyagokat szintetizálni, ezért nekünk kell őket a szájon bevinni, vagy ilyen helyi bőrápolással pótolni, ugye, ahogy felszívónak a bőrön keresztül, ugyanúgy be tudnak jutni. Aztán zsírsavakat is tartalmaz, négy növényi szteroidot tartalmaz, ilyen például a koleszterin, vagy a, a kampeszterin, vagy a beta sziszoszterin és a, a, a lupeol, mindezeknek ilyen gyulladáscsökkentő csökkentő hatása van, míg a lupeol egyébként egy antiszeptikus és fájdalomcsillapító tulajdonságú zsírsav is. Jó? Aztán cukrokat tartalmaz, moniszaharidokat és poliszaharidokat. Ezek az anyagok többek között magunkhoz tudják vonzani a nedvességet, a levegőből be a bőrbe, és ott képesek megkötni. Így segítik a bőrt uh, puhán és hidratáltan tartani. Ugye ez, ez is nagyon fontos. Aztán enzimek, 8 féle enzimet tartalmaz. További aminosavak. Figyeljetek! Ugye az emberi szervezet számára 22 aminósavra van szükség, ebből 20-at tartalmaz az aloe vera, illetve 8 eszenciális aminósavra van szükség, amiből 7-et tartalmaz az, az aloe -vela. Jó, tehát azért érződik, hogy mennyi minden van benne. Tehát eleve nem tudjuk azt mondani, hogy rossz, mert, hogy, mert hogy nagyon sok minden tartalmaz akkor salicilsavat is tartalmaz, mert gyulladás csökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. Nyilván ez a szalicél ö, miatt lesz jó majd a, a bőrön, a pattanásokra meg hasonló. Ugye a, benne található lignin, ami egy inert anyag, az inertnek az a jelentése, hogy nem oldódik, nem bomló, tehát az adott környezetével kémiai, kémiai reakcióban nem lépő anyag, ez a, ez a lignin anyag segít, illetve fokozza a többi összetevő behatolási képességét a bőrbe, jó? Tehát a felszívódását a, a bőrbe, ez képes előidézni, és ez minden bőrön lévő alkalmazott, bőrön alkalmazott készítmény esetén igaz egyébként, hogy az a lényeg, hogy hogy minél jobban be tudjanak szívódni a bőrbe, mert hogy, hogy ott fejtsék ki a hatásukat. Ugye az aloe ténylegesen két fő tulajdonsága van bőrápolást illetően, az, hogy megnyugtatja a bőrt és hidratálja azt, jó? Tehát megakadályozza a, a epidermális vízveszteséget. Ugye a transepidermális vízveszteség akkor fordul elő, amikor a bőr vízhiányossá válik, Száraz bőrt és gyulladást hagyva ezzel maga után, ami elkezd viszketni akár, tehát az aloe vera nagyon jól csillapítja a viszketést és az irritációt is és mellette nyilván bezárja a nev nedvességet a bőr rétegeibe. Ugye ez az egyik fő előnye. Segíti a pattanások gyógyulását, mint ugye említettem, hogy szalicív saft tartalmánál fogva nagyon jó pattanásokra is, illetve ráncok esetén altpakolást is készíthetsz belőle, úgyhogy két darab aloel levél belsejét ugye kiveszed, és akkor azt össze kell turmixolni, ehhez egy fél citromnak a levét hozzáadod, és az elő Összekevered, nyilvánvalóan ugyanúgy turmizgéppel, tör, és ö, szépen megtisztítod az alszodat, és erre a megtisztított alszra 15 percre kell felhelyezni ezt a, ezt a maszk, maszkot, vagy pakolást, vagy. Ö, nevezzük bárminek is, és hogyha szeretnél egyébként mézet is rakhatsz bele, akkor még ütősebb lesz, jó? És egy ilyen 15 perc múlva kell meleg vízzel lemosni az arcodról, aztán szárazra törölni. Ugye folyamatos használata javítja a bőrhibákat, minimalizálja a striákat, tehát hogyha nem arcon szeretnéd használni, hanem striára, akkor fel tudja emelni ugye a stria tehát amikor megszakadt egy bőr, azt nem lehet helyrehozni, azt szerintem óriási nagy marketing meg butaság, amikor azt mondják, hogy, hogy meg lehet szüntetni a striákat ilyen ilyen csodakrémmel, nem lehet, mert hogy az egy bőr szakadás, és ami elszakadt, azt nem fogja összeragasztani, de ami ez a bemélyedés, ugye a szakadásnál van egy bemélyedés, az képes felhozni, és itt az a lényeg, hogy a, a, ezért tudja minimalizálni a striákat, mert hogy a vízmegkötő képességénél fogva, ugye ezt kiemeli azt a lesüllyedt részeket. Úgy e, alkalmazható még patanásos aknés bőr kezelésére is, mint ahogy ezt már említettem. Valamint immunrendszer. Ugye az immunrendszer több tanulmány is arra az eredményre jutott, hogy az aloe erősíti az immunrendszerünket, így akár azt rákra, hívfertőzés esetén bátran alkalmazzák, a szokványos kezelések kiegészítéseként, tehát nem önmagába. Jó, egyébként még kandida gomba ellen is mondják, hogy hatásos, nem tudom, hogy mennyire hatásos sem, mert ezzel kapcsolatban nincs tapasztalatom, úgyhogy nem tudom. Száj és torokpanaszok esetén viszont tudom, hogy jó tud lenni, egy szájgyulladás, fogfájás, egy ingyuladás esetén sikeresen lehet alkalmazni az aloe verát, zsájával együtt, mert még akár egy makas torokgyulladás ellen is hatásos tud lenni. Bél és gyomorpanaszoknál ugye a a gyomor és bélpanaszok ellen is bátran használhatjuk. Igazából emésztés segítő anyagokat tartalmaz, képes tisztítani a beleket, és még a testünk savtalanításában is komoly szerepet tölt be, ezért az alővállát érdemes lehet kipróbálni a savas reflux kiegészítő kezeléseként is. Jó, aki refluxos annak. Tehát természetgyógyászatban számos más betegség gyógyítására használják, alkalmazzák depresszió, migrény, reuma, különféle szívbetegségek, köhögés, fejfájás, fagyások, rovarcsípések és ves vesepanaszok esetén is. Érdemes megemlíteni, hogy az aloe verának ugyanúgy lehetnek mellékhatásai, mint minden más gyógynövénynek. Az aloe vera mellékhatásai Ról is érdemes szót ejtenünk, hogy minden összetevő esetében vannak, akiknél allergiás reakciókat válthat ki az aloe vera, a bőrön való alkalmazása ezért javasolt, hogy először teszteld le a használni kívánt terméket egy kis területen, mielőtt használni kezdenéd. Allergiás reakció érzékenység esetén, viszketés, nem, égőjelzés, kűtésnél abba kell hagyni a termék használatát. Remélem, hogy tudtam nektek egy pici tájékoztatást adni az aloe a széles körű felhasználásáról, Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és legyen szép napotok, sziasztok!